Igen, ugye nagyon nehéz értékelni kimondottan ezt a mérkőzést, annak tudatában, hogy milyen lényegi kérdésről döntött, de próbáltuk függetleni magunkat másik mérkőzések alakulásról, illetve a téttől, hogy úgy is alakulhat ez a délután, hogy a másodosztályba kényszerül a csapat. Szerintem ez nem mutatkozott meg a játékosokon, mármint a teher, hiszen tartották magukat a feladatukhoz, illetve a tervhez, hogy ezt a mérkőzést ugye megnyerjük. Szerencsénk is volt, hogy az első félidőben vezetést szereztünk, így a második félidőre nem kellett nagyobb kockázatot vállalnunk. Ugye megvannak az indokok, hogy miért ezt a fajta játékot játszottuk az utolsó négy fordulóban. Nem kellett változtatnunk ezen, és utána a második félidő egy jól sikerült, mondhatom azt, hogy felszabadult játékot hozott, ahol magabiztosan megszereztük a győzelmet. Az utolsó négy fordulóra pedig, amikor az én irányításom alatt történt ez a négy forduló, hát csak köszönetet tudok mondani a csapatnak, illetve azt, hogy megmutatták, hogy milyen karakterek, milyen emberek, hiszen egy nagyon nehéz szituációban találtuk magunkat. Már ugye mindenki lemondott rólunk, és ott találtuk magunkat, hogy az utolsó fordulóban megélte egy pici remény. Az kiderült, hogy több van ebbe a keretbe, mint hogy vonal alatt végezzen, de tény, hogy 33 fordulóban áll egy bajnokság, nem pedig utolsó négyből, és így búcsúzunk el a NB1-től. Fél időben tudták, utána a második fél időben meg folyamatosan kérdezték a kispadról. Mi tudtuk, hogy már korán vezetés szerzett a Honvéd, de ugyanaz volt a terv, tehát nem változtatott semmit a mi gondolkodásunkban vagy mi döntéseinkben. Nyugodtságot, higgadtságot kellett közvetíteni a játékosok felé, és csak azzal törődni, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Furcsa, de vagyis hát, hogyha az egyéni dolgomat nézem, akkor örülnöm kéne, de egyszerűen nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy az MTK másodosztályba kényszerül, és nagyon csalódott vagyok, hogy ez így történt. Már amikor nem megbízott vezetőedzőként, hanem egy az akadémián dolgozó U19-es edzőként néztem a csapatot, már az is akkor is rossz volt. Csalódott és keserű vagyok. Lehet, hogy később majd máshogy fogom értékelni, jobban előtérbe helyezve esetleg az egyéni dolgokat, de őszintén csapatba gondolkozok, és sajnálom az egész kialakult szituációt. Kevés lenne az idő arra, hogy minden apró részletet így elmondjak, hogy mivel próbálkoztunk, mit csináltunk, még hogyha rövid idő 3 hétről is beszélünk. Én azt tartom így összegezve az elmúlt 3 hétnek a tanulságára, hogy nagyon jól ráéreztünk dolgokra, szinte alig volt olyan döntésünk, ami kevésbé volt jó, ennek tudom be. Egyrészt ugye egy mentális oldalon közelítettük meg a felkészítés, hogy érezhető legyen a változás. Nem titok, sportpszichológus, mentáltréner segítségét kértük, tehát 2022-t írunk, tehát szükségünk van erre is. Pillanatok alatt felmértük a játékosoknak a fizikai állapotát, adatokat elemeztünk éjjel-nappal az első napokban, hogy mi az a játék, amivel sikeresek lehetünk, és teli találat volt, hogy mit kell tennünk az adott mérkőzésen. Alig kellett változtatnunk az előzetes terveinkhez képest, és nem utolsó sorban megtaláltuk a vezéregyéniségeket a csapatba, ami nagyban hozzájárult, hogy azok a fiatal játékosok, akik frissek és motiváltak, és nem egy letargikus helyzetben, illetve tudják függetlenül magukat a kiesés szelétől, az egy jó egyveleg volt, és
ez, én ennek tudom be röviden.